Na, sziasztok srácok, és üdvőre itt a csatornám. Ebben a videóban egy egyiptomi napunkat fogom megmutatni. Megyünk a Gifton szigetre, azt hiszem ez a neve, de nem biztos. A lényeg az, hogy hajókázni fogunk, sztorkelezni, talán fogunk látni delfineket is, úgyhogy gondoltam, hogy ezt a napunkat megmutatom neked. Bocsánat, hogy most ezt így kezdem, de hát már összepakoltunk, most várunk itt a transferre, és akkor indulni fogunk. Igen, tudom, most még sminkben láttok, de ezt változni fog, mihelyt odaérünk, úgyis be fogok menni a vízbe, és minden le fog jönni, de gondoltam, legalább a videó elején próbáljak meg picit normálisan kinézni. Ez az a program, amit tényleg nagyon-nagyon-nagyon vártam. Nagyon izgatott vagyok. Ezzel a hajóval megyünk. Reméljük nem szakad le alattunk. Sikert, felszálltunk a hajóra, nem törtem ki még a bokámat. Meglátjuk. Mégis átzavartak minket a másik hajóra, de nem bánom, mert vannak ilyen fekvős helyek itt rögtön a hajó elejében, nagyon neked tetszik az ekkos kamaja. Képzeljétek el, hogy már megtanultam itt perfektül arabul. Yallah habibi sokran, ennyi. Ezt mondhatod mindenre. Annyira szép, ahogy így a tengernek ott változik a színe. Gondolom azért, mert... Ott kisebb a víz. Igen, ahol így világosabb, ott valószínűleg sekélyebb a víz, és... de annyira nagyon szép. Na gyerekek, hát itt pecáznak, szerintem ez lesz az ebédünk. Ha fogod. Nem fogod semmi, csak kiraktam. Na mindegy, gondolom ezt fogjuk enni, remélem, hogy csirke mellett fog kipecázni, mert csak azt hiszek. Esetleg még az is jó, hogyha harutacskát pecáznak, abba is benne vagyok, valahol majd itt kisütjük, de most na. Ott egy delfin! De jó! Ott egy delfin! Úristen! Soha életemre nem láttam még delfin! Úristen, ott is! Hajde, ugorj! Igen, jön a egyszerűen hihetetlen élőben láttam delfineket. Integes Csilla, most jól nézel ki. Hello everybody! Hello Amerika! Na srácok, most ott fogunk kikötni. Jó a hajam, mi? A taxiba kéne ott beszállni, tuti anyatesek. Ilyen taxit se láttok otthon. Úristen, gyerekek, ez itt az olcsó Maldív szigetek. Hát mi ez a látvány, Úramisten. Gyerekek, ez egy... milyen nemzeti park? Na, az a neve. Szóval ez egy nemzeti park. Hát most a lányok azt mondták, hogy itt miért jobb a nemzeti park, mint otthon? Hát csak fák vannak. Hát, még sosem láttam ezt foghatót. Boldog vagy? Igen, nagyon. Nagyon szép, gyönyörű. Ugye? Gyerekek, ide mindenkinek el kell jönni. Szerintem is egyszer az életben. Jó, hát én akkor ide ledőlök. Délutáni vagy délelőtti csendes pihi. Örülnék, hogyha minden reggel így kelhetnék fel, hogy ilyen látvány fogad. Csodás. Anyám, én ezt nem bírom, annyira csodálatos. Ezt a homokot nézzétek. Hát ezt mondjátok meg, hogy nem csodálatos. Nézzétek! Úristen! Hú, de hideg! Júj, nagyon hideg a hintához! Tehát annyira magas, hogy rá se tudunk ülni, úgyhogy megérte ez a probléma így a hideg vízben. Srácok, megpróbáltam oda felülni, nem tudok, annyira magas. A többieknek sikerült, én ehhez
pót hülye vagyok, de annyira jó most, hogy így a lábaik már megszokták a vizet, így már az nem hideg, meg amúgy nagyon tűzenek, úgyhogy jó idő van. Egyébként sokan kérdezitek, hogy kb. Milyen idő van ilyenkor Egyiptomban. Hát voltak napok, amikor ilyen 20 fokok voltak, és nagyon szeles volt, viszont most már ez a második napunk, amikor ilyen, hát dél egy között már ilyen 28 fok biztos, hogy van. És tegnap sem fújt már annyira a szél. Úgyhogy szerintem megéri eljönni akár márciusban is, azért még mindig sokkal jobb az idő, mint otthon. Fürödtünk már a tengerben is, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Gyönyörű látvány. Látok, hogy akkor most erre fogunk valahogy felmenni. Hát ha... Háj, de csilla! Na? Nem, azt nem veszem csak a fejedre. Na milyen? Felülhetek én is mellé? Hát ha leszakad. Kitiltanak a Kriptus szigetről. Egy cicát, és hoztam neki vizet. Szia, cicus! Gyere ide! Gyere, maci! Gyere, hoztam neked vizecskét! Gyere! Gyere így elből! Hogy iszel, baba? Gyere, adjak még neked! Megitattam a kis cicámat, és akkor most good night everybody, mert itt alszom egyet. Úristen, be tudtunk sétálni onnantól idáig, és még tovább lehet menni, és csak ott kezd el mélyülni a víz. Nagyon durva. Be kellett jönnünk az árnyékba, mert már nagyon égtünk a napon. Milyen itt? Ja, itt már nagyon jó. Utazán milyen színet. Gyere ide, Csilla, nézzék itt az orrod. Emelt. Látod? Nem. Így egy picit emelt föl. Ja. Szóval Csillának már egész jó színe van. Na, sajnos itt véget ért a programunk. Megyünk vissza a hajóra. Lassan szerintem majd jön a snorkelezés. Azt is várom, csak a tenger azért még elég hideg. Meglátjuk. Na hát ezt meg itt meg se néztük. Elfelejtettük, hogy van ilyen is. Na most megyünk ebédelni, de gondoltam csak nektek egy gyors hajótúrt. Szóval ide a hátuljába lefeküdtünk. Itt tök jó, mert van ilyen tehát ami árnyékot ad. És akkor menjünk le ott a kapitányunk. Háló, kapitány! És hosszú ruhába jöttem, basszus, és ilyen a lépcső, alig tudok lemenni, mert fognom kell közben a ruhába. Ja, Istenem, mindig meghalok. Lehető legjobb szerkókat választom. És ha lejövünk, akkor ez itt a hajó hátulja. És előre megyek, megmutatom. És ott lehet Titanicosat játszani, ahogy a Varga így énekelni. Jó hír! Azt ott lehet. És akkor menjünk ebédelni. Magamnak csirke, rizs, hal, meg salátatok, jól néz ki. Na, beletettem a vízállatokba most már a telefon, mert mindjárt kimegyünk, vagy ki fogunk kötni, snorkelezni fogunk, és szeretnék majd videózni a víz alatt. Remélem, hogy tudok majd értelmes tartalmat gyártani ott is. Bár a száraz fölgyőzött vannak, na mindegy! Na, srácok, szexi vagyok! Hello! Először nagyon hideg volt a tenger, de nagyon megérte. Jó sok halat láttunk. Nagyon jó volt. Dóri kiitta a vörös tengert, mert látjátok, már alig maradt itt belőle. Már a hajó alig tud menni a tengeren, mert megitta. Nagyon jó volt. Szerintem visszamegyünk még majd a következő
mekkora az Átonynál is, mert nagyon élveztük. A Csilla meg azt mondja, hogy leégett a feneke a víz alatt. I don't understand. Közben olyan 3:30 körül hazaértünk, csak utána elfelejtettem videózni, mert nagyon fáradt voltam. Most elmegyünk vacsorázni, és úgy döntöttünk, hogy lehet, hogy este elmegyünk majd bulizni. A hotel csinál ilyen programot, hogy viszik a turistákat, úgyhogy lehet, hogy el fogunk menni. De most menjünk vacsizni, mert éhes vagyok. Oké, szóval már megettem egy nagy tártészet, de most eszek egy kis csirkét, rizst, salátát, meg hát ízét, tudjátok ez. Iszok egy kólán, és szerintem még sütit is fogunk enni. Nagyon finom.